A Magyar megy lehetőségei. Az ország legjelentősebb termesztő körzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A megtermelt megy 60%-a innen kerül ki a helyi, illetve a külföldi piacra. Fejlődő Ömböly óvoda felújításra és tornaszoba építésre, valamint csapadékvíz elvezetési projektre 108 millió forint forrást nyert a település. Több baba, az elmúlt 6 évben nőtt az élve születések száma. Magyarországon közel 14-15 ezer hektáron termelnek medgyet évente. Ezen a területen évjárattól függően 50 és 90 ezer tonna termést takarítanak be a gazdák. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az ország legjelentősebb termesztő körzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A megtermelt megy 60%-a innen kerül ki, a helyi, illetve a külföldi piacra. A megytermesztés lehetőségeiről Újfehérton tartottak szakmai fórumot, melyen elhangzott, a megyei megytermelés jövője veszélybe kerülhet a kereslet-kínálat felborulása miatt, illetve ha a gazdák nem lépnek fel közösen és működnek együtt a termelésben. A medgy az alma után a hazai gyümölcstermesztés második legfontosabb növényi kultúrája, mind a termőterületet, mind a termett mennyiséget tekintve. Emellett az Európai Unióban is meghatározó a magyar megytermesztés, Lengyelország után a második helyen állunk. Az európai piacon mintegy 330 ezer tonna körüli megy kerül be a gazdasági körforgásba. Ez a 2017-es áprilisi fagykár miatt több mint 100 ezer tonnával csökkent. Azonban ennél égető probléma, hogy a megytermesztésünkre nagyon alacsony fokú szervezettség jellemző, ezt már Ledó Ferenc mondta. Minden évben nagy gondok vannak a megypiacon, tehát mivel a második legfontosabb gyümölcsfaj az alma után, érzelmi kérdés is, és ugye főleg a termelőknek egy nagyon komoly megélhetési problémát is jelent, hogyha nem olyanok az árak. Termelési oldalról is vannak problémák. Ha át akarunk állni arra, hogy a kompotmennek a túlzott volumenét csökkentsük, és ugye akár az étkezési megypiacába, vagy a fagyasztott megypiacába szeretnénk elmozdulni, akkor fajtabántásra van szükség. Nagyon sok régi ültetvény van, ami hozamban, minőségben már nem tudja azt produkálni azokat az eredményeket, és akkor a fajlagos költségek olyan magassá válnak, hogy gazdaságtalan a termelés. Másik oldalról, hogy a feldolgozóknak az együttműködéssel, termelőkkel sokkal, jobbnak kellene lenni. Ledó Ferenc azt is hozzátette, a hosszú távú cél az lenne, hogy az időjárás okozta károk miatt ne történhessen olyan, hogy egyik évben a termelők, másik évben a feldolgozók járnak rosszul. A veszteségek eredményeit is meg kell próbálni együtt viselni. Pusztai József kiemelte, fontosak a gyümölcstermesztési konferenciák, hiszen rendkívül sokat tanulhatnak egymástól a termelők és a feldolgozók. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy nekünk is van egy elképzelésünk, és a többiekére én is kíváncsi vagyok. Nyilván egy ilyen fórumon az embernek a már korábban elképzelt útja valamilyen módon módosul, és úgy gondolom, hogy minden ilyen tanácskozásból az ember hall olyat is, amit azt mondja, na ez biztos nem, meg olyat is, ami azt mondja az ember, hogy ennyi, lehet, hogy ezeknek igazuk van, gondoljuk át, próbáljuk meg. Én azt várom, hogy minden megbeszélés, minden kertlátogatás, minden elolvasott cikk után az ember mindig egy kicsit fejlődik fejben, gondolkodásban, változik az iránya. Én úgy gondolom, hogy nekünk is a 20 éves ültetvényeket cserélni kell, azt, hogy milyen fajtára, milyen arányban, ezek a mostani időszaknak a problémái, és egy ilyen beszélgetés alapján fognak ezek kialakulni. Az újfehértói konferencián elhangzott a megytermesztés jövője a tét, amelyhez elsősorban a termékpálya szereplői közötti együttműködést kell erősíteni. Óvoda felújításra és tornaszoba építésre is nyert forrást Ömböly a terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően, ezen kívül csapadékvíz elvezetési projektre is kapott forrást a település. Ennek a két beruházásnak az összköltsége 108 millió forint. A szabolcsi község régóta szeretné szilárd burkolatú úttal összekötni Kis-Ömbölyt Nagy-Ömbölyjel, most erre is nyertek támogatást. Ömböly község egy közel 500 fős település Szabolcs megye délkeleti részén. Itt az elmúlt években több régóta várt beruházás is megvalósult. 2017. februárjában alkalmi határátkelő is nyílt Ömbölynél Magyarország és Románia között. 2014 őszén adtuk át
a határátkelő helyhez vezető utat, ami 330 millió forintba került. 2015-ben létesült a térfigyelő rendszer, amivel Ömböly jelentős lépést tett a közbiztonság javítása érdekében. Ezeken túl a vidékfejlesztési programban egy másik projektre is támogatást nyert a település. A közeljövőben szilárd burkolatú út köti majd össze Kisömbölyt és Nagyömbölyt. A mezőgazdasági úton nem tudnak áthaladni a személyautók, de a mentő sem. Ezért is kiemelten fontos beruházás ez a település számára. Terveink vannak, illetve hát az akkor már lassan meg is fogjuk valósítani. Topos pályázatban nyertünk. Tehát területfejlesztési operatív program. Programból így van, az óvoda felújítás és tornaszoba építés, csapadékvíz program meg fog valósulni. Hunyer utca, Fenyves utca. Ez a 200 millió forintnál nagyobb beruházás. 108 millió forint a kettő. A vidékfejlesztési programba pályáztunk a faluházi IKST program, amely közel 30 millió forint. Ömböly polgármesterek kiemelte, az elmúlt 8 évben a korábbi évek fejlesztési forrásainak 20-szorosával támogatta a kormány a települést. Nőtt az élve születések száma az elmúlt 6 évben, 2011-ben volt egy történelmi mélypont, onnantól kezdve enyhébb ingadozásokkal növekvő tendencia tapasztalható. Pap Károly szülész nőgyógyász főorvos híradónknak elmondta, a nők egyre később vállalnak gyermeket, mivel egyre később tudják kialakítani a gyermekeknek megfelelő körülményeket. A főorvos szerint az ideális kor az első gyerek vállalására 25 év lenne. A KSH adatai alapján megnőtt az élve születő kisbabák száma az utóbbi 6 évben. 2011-ben volt egy történelmi mélypont, amikor az élve születő gyermekek száma 88 ezerre csökkent. Ezt követően az újszülöttek száma ingadozásokkal tarkítva egy emelkedő irányzatot mutatott egészen 2016-ig. Ebben az évben világra jött 93.063 gyermek, tulajdonképpen az megelőző 6 év legmagasabb születésszámát jelentette. Ehhez képest történt 2017-ben egy kis csökkenés, akkor 1,6%-kal kevesebb gyermek született, így az előzetes adatok alapján 91.600 újszülött született a tavalyi évben. Ez a szám, ez nagyjából a két évvel korábbi 2015-ös évi adattal egyezik meg. A statisztikai adatok szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megye volt az első az 1000 lakosra jutó élve születések terén 11,1%-kal, ezt követte Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 10,6%-kal. Országos szinten a nyíregyházi József András kórház az első az egy kórházra jutó születések számát tekintve. Az elmúlt 2-3 évben folyamatos emelkedéssel találkoztunk. Most ugyanannyi gyermek született körülbelül majdnem számra is 2017-ben, mint 2016-ban. Ez az országban a legtöbb egy intézetben lévő szülés, 3630 körül születtek. A szülések száma most úgy néz ki, hogy stagnál, tehát ez most egy emelkedésen vagyunk, túl egy 200-al emelkedett a 2008-hoz képest, most viszont ez stagnál. Pap Károly szülésznőgyógyász főorvos elmondása szerint megyénkben a nők 14 éves kortól 48 éves korig vállalnak gyereket. A tendencia azt mutatja, hogy egyre inkább kitulódik az első gyermek vállalása, jelenleg a 30-31 éves kor mondható általánosnak. Mi azt mondjuk, hogy ideális lenne egy 25 éves kor környékén az első gyermeket megszülni, és utána 2-3 évenként megszülni egy ilyen 30-35 éves korig. Az embernek a fizikai állapota, egészsége ilyenkor a legjobb. Viszont egy olyan társadalmi igény alakult ki, ami abból áll, hogy először a munkahelyet rendezi el, egzisztenciát épít fel, a házasságnak az időpont is későbbre tevődik az elmúlt 40-50 évben, és ennek megfelelően a gyermekvállás is későbbre teszik. A főorvos elmondása szerint az is jellemző, hogy a harmadik gyereket 37-38 éves korban vállalják, de előfordul, hogy valaki 40 éves kor után szüli az első gyermekét.
akinek van ügyfélkapuja, már megtekintheti és jóvá hagyhatja, illetve szükség esetén online kiegészítheti, módosíthatja a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített adóbevallás tervezetét. Az adóhivatal április végéig postázza a dokumentumot azoknak, akik március 19-ig igényelték annak megküldését. Akik nem kértek postázást, május 22-ig bármikor dönthetnek az ügyfélkapunyítás mellett, hogy otthonról kényelmesen, nyitvatartási időtől függetlenül érjék el adóbevallási tervezetüket. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a kifizetőktől és a munkáltatóktól érkező adatok alapján készíti el a magánszemélyek SZIA bevallási tervezetét. Akik a dokumentumokat postán kérték, ők április végéig kapják meg a bevallás tervezeteit. Aki nem élt ezzel a lehetőséggel, még mindig érdemes ügyfélkaput nyitni, hogy egyszerűen elérje bevallási tervezetét. Az ügyfélkapu regisztrációhoz mindössze személyazonosító igazolványra és érvényes e-mail címre van szükség. Azok, akik postai úton kapják meg ezt a tervezetet, vagy esetleg itt személyesen a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatain veszik át, már nem tudják módosítani a papíralapon kinyomtatott bevallás tervezeteket, nekik egy újabb bevallást kell benyújtani a 17 SZIA jelű nyomtatványon. Úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogyha teheti, akkor ügyfélkaput nyisson, és ezzel a lehetőséggel tudja majd módosítani. Ugye az őstermelőknek, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek részére is elkészítjük a bevallás tervezetet az idei évtől. Azonban nekik mindenképpen jelölni kell, hogyha valamilyen olyan jellegű jövedelmük keletkezett, amelyet a bevallás tervezet nem tartalmaz. Azoknak az adózóknak is érdemes megnézni és javítani a bevallás tervezetet, akik családi adókedvezményt, esetlegesen fogyatékosság utáni kedvezményt szeretnének igénybe venni, vagy pedig a nyugdíjpénztárakról szeretnének nyilatkozni. Magyar Norbert kiemelte, figyeljünk a határidőre, és valós adatok szerepeljenek a tervezetbe, ugyanis a problémás bevallások sokba kerülhetnek. Azokban az esetekben, hogyha valaki elmulasztja a bevallásának a módosítását, illetve a leadását, akkor természetesen a bevallási tervezet május 22-ével jóvá íródik. Azonban az adózót terheli az a felelősség, hogy ez a bevallási tervezet megfeleljen a valóságnak. Hogyha azt tapasztaljuk az ellenőrzések során, hogy a bevallási tervezetet nem módosította, azonban kellett volna, ez 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni bankszámlaszámot vagy postacímet, attól függően, hogy ki milyen módon szeretné megkapni az összeget. A húsvéti hétvégén startol Kisvárda legújabb szabadtéri rendezvénye, a különleges fesztiválról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Rangadót játszik szombaton Budapesten a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B piros csoportjának negyedik helyén álló kék cápák a tabellán közvetlenül előttük álló, tőlük eddig egy győzelemmel többet szerző, tehetséges fiatalok otthonában lépnek pályára. 4 arany, 1 ezüst és 5 bronzérmet nyertek a nyíregyházi arany úszói a Diákolimpia országos döntőjében. A Hódmezővásárhelyen megrendezett versenyen 6 házidóra 100 méter gyorson és 100 méter pillangón végzett az élen, Mokos Csenge pedig 100 háton lett első. Igényes utcazene, körítve egy kis gasztrokalandozással, fűszerezve egy csipetnyi jó hangulattal. A húsvéti hétvégén startol Kisvárda legújabb szabadtéri rendezvénye. Április 1-én és 2-án a település sétáló utcájában hagyományteremtő szándékkal szervezik meg a gasztrozenei fesztivált, melyen 4 színpadon nemzetközi és hazai utcazenészek lépnek fel. Nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban, mint én. Bárki megmutathatja, hogy jobban táncol az együttesnél, mialatt Lóci játszik Kisvárdán. A népszerű magyar együttes is fellép a Szabolcsi település első gasztrozenei fesztiválján. Április 1-én és 2-án hagyományteremtő szándékkal szervezik meg Kisvárda legújabb szabadtéri rendezvényét. A Les Fest Promotions, ugye a Les Festről, amiről leginkább ismert, de úgy gondoltuk, hogy húsvétkor van egy olyan szabad időpont, amikor a megyében nagyon kevesen szerveznek rendezvényt. Tehát azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó időpont, meg lehet jól csinálni, és a zene és a gasztronómia az szerintem nagyjából hozzá is tartozik a húsvéti ünnepekhez, ezért gondoltuk, hogy ez egy jó időpont lesz. Az igazi fesztivál hangulat pedig garantált. 4 színpadon nemzetközi és hazai utcazenészek lépnek fel, minden nap 13 órától este 22 óráig. Több mint 30 fellépő lesz, ezek nagy része zenekar, olyan zenekarok fognak játszani, mint a Lóci játszik, a Bagusi Brothers, a Kistehén, vagy éppen a Random Trip, vagy Árai Márka Halott Pénzből, de az Ocsó Mácsót, vagy a Pál utcai fiúkat is említhetném akusztikus verzióban, de ezen kívül lesz Buratino Báb Színház BMX bemutató, tehát ezer olyan dolog, ami érdekessé teszi majd a vasárnap és a hétfő délutánt.
Az igényes zene mellett street food és gurmé különlegességek, incsiklandó ízek, finom illatok is várják a gasztronómia szerelmeseit. A gasztrozenei fesztiválon nevéből adódóan ugyanis fontos szerepet szánnak a gasztronómiának. Ezért ismert és közkedvelt street food vendéglátó egységek is jelen lesznek a fesztiválon, melynek gasztronómiai tematikája a sárga túró és a töltött tojás lesz. Rangadót játszik szombaton Budapesten a Nyíregyháza Blue Sharks, az NB1B piros csoportjának negyedik helyén álló kék cápák a tabellán közvetlenül előttük álló, tőlük eddig egy győzelemmel többet szerző, tehetséges fiatalok otthonában lépnek pályára. Az alapszakasz harmadik helyének sorsa is eldőlhet a cápák budapesti vendégjátékán, ugyanis két közvetlen rivális találkozik a fővárosban. A korábbi Nyíregyházi edző, Merin Mehmedovics által irányított tehetséges fiatalok nagyszerűen szerepelnek a bajnokságban, többszoros mérkőzést megnyertek, így előkelő helyen állnak a tabellán. Az őszi összecsapáson 82-68-ra nyert a Blue Sharks, de azon a mérkőzésen is meg kellett harcolniuk a sikerért a hazaiaknak a meglehetősen kellemetlen stílusban kosarazó fővárosiak ellen. Kellemetlen a játék stílusa, de mondhatnánk azt, hogy szervezetten azt játsszák, amit ők szeretnének, és a saját játék stílusukat erőltetik rá az ellenfélre. Ez abban nyilvánul meg, hogy ők nem futnak túlságosan az eredmény után, szépen megfontoltan, kontrolláltan próbálnak kosárlabdázni, mindig a következő betörés, és a támadó idő lejárta vége előtt egy-két másodperccel kiharcolnak egy szabálytalanságot, és szépen mennek büntetőt dobni. Ez így egyszerűnek tűnik, ugye mindig ezt kellene csinálni, és akkor meg lehet nyerni a mérkőzéseket, de tény, hogy ezt nagyon jól csinálják, nagyon ügyesen fejezik be ezeket a támadásokat, és az ilyen kontrollált támadásokból viszont nagyon szépen vissza lehet rendeződni, és szépen lehet védekezni. Ezt szeretném, hogy megtanulja az én csapatom is, vagy a mi csapatunk is az idegenbeli mérkőzéseken, és jó lenne, hogyha ez úgy működhetne, hogy az idegenbeli mérkőzéseket szépen meg tudjuk nyerni ezzel a kontrollált játékkal. A TFS szépen tudja, bízom benne azért, hogy meg fogjuk találni az ellenszerét. Mindkét csapat győzelemmel hangolt a rangadóra, a kék cápák 20 ponttal verték a Hódmezővásárhelyt, a tehetséges fiatalok pedig egy pontszegény meccsen 62-59-re nyertek a budapesti Honvéd otthonában. Sitko Ernő szerint nem szabad engedniük, hogy a TF ráerőltesse saját stílusát a nyíregyháziakra. Az lenne jó, ha mi tudnánk játszani a saját játékunkat, nem kényelmesednénk el, és az is jellemző azért a TF-re, hogy nem sok játékossal szokta végigjátszani a találkozókat. Ha mi tudjuk a ritmust emelni és gyorsabban tudunk játszani, akkor esetlegesen falt problémába is kerülhet az ellenfél, éppen ezért nekünk azt meg kell akadályozni, hogy ne a TF játék stílusa érvényesüljön ezen a találkozón. Ha viszont ez van, abból is nekünk kell kijönni győztesen, és meg kell találnunk az ellenszerét ennek az úgymond kellemetlen játék stílusnak, de hát igazából az a kellemetlen vagy nem kellemetlen sikeres játék stílus, hiszen a bajnokságban nagyon szép eredményeket érnek el. Az NB1B piros csoportjának tabelláját az oroszlány vezeti 19 győzelemmel és 4 vereséggel, a 17-6-os mutatóval álló Veszprém előtt. A harmadik tehetséges fiataloknak 16-7, a negyedik Nyíregyháza Blue Sharksnak 15-8 a mérlege. 4 arany, 1 ezüst és 5 bronzérmet nyertek a nyíregyházi aranyúszói a Diák Olimpia országos döntőjében. A Hódmezővásárhelyen megrendezett versenyen Hatházi Dóra 100 méter gyorson és 100 méter pillangón végzett az élen. Mokos Csenge pedig 100 háton lett első, valamint a dobogó tetejére állhatott a 4x50 méteres fiú gyorsváltó is. 3 napon keresztül a Hódmezővásárhelyi úszoda adott otthont a Diák Olimpia országos döntőjének. Valamennyi korosztály képviselői rajtkőre álltak, így közel 500-an indultak el a versenyen. A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, általános iskola és kollégium úszói közül 29-en harcolták ki a részvétel jogát, így az intézmény rekordlétszámú csapatot indíthatott. Az A kategóriában az igazolt úszók, a B kategóriában pedig azok indulhattak, akik legalább 2 éve befejezték a versenyszerű sportolást. Az arany végül 10 érmet szerzett, 4 arany, 1 ezüst és 5 bronz megoszlásban. 2 váltó állhatott a dobogóra, a harmadik korcsoportos 4x50 méteres fiú gyorsváltó arany, a második korcsoportos 4x50 méteres lány gyorsváltó pedig bronzérmet szerzett. A többi érem egyéni számokban született. Az aranyérmesek Hatházi Dóra, aki mind a 2 számát megnyerte, hogy a 2 egyéni számot enged a versenykírás, 100 gyorsan és 100 pillangón is nyert, ő a 4-es korcsoportba versenyzett.
A B kategória 5-6-os, tehát a legnagyobb a gimnazistáknál a Mokos Csenge 100 méter háton tudott nyerni, illetve 100 gyorsan ő bronzérmet is szerzett. Ezüstérmet ezt a Cserfalvi Olaf. Ez azért is jó eredmény Olafnak 4-es korcsoport, mert ő első éves volt, tehát ő az idősebbek között versenyzett. Illetve bronzérmeseink voltak 100 pillangón a Struhár Jászmin, a lengyel áron, és 100 méter gyorsan a Kovács Péter. A 10 éremmel az aranycsapat a minden korábbinál jobb eredményt érte el. Az intézmény igazgatója a sikerek mellett arra is büszke, hogy valamennyi diákjukat megtanítják úszni. Épp testben, épp lélek, ez az iskolának az egyik hitvallása is, hogy a szellemi táplálékon túl azért a gyerekek egészségére is szeretnénk nagyon odafigyelni. Az úszás, mint alapsportág nagyon fontos ebből a szempontból. Nálunk minden gyerek megtanul úszni, kötelező tanítási óra keretébe tanulják az úszást, és azt gondolom, hogy az eredmények igazolják, hogy a minőséget is tudjuk biztosítani, mert a kollégáink nagyon szépen, nagyon eredményesen és lelkiismeretesen dolgoznak. A Diákolimpián sikeresen szereplők közül hárman nem kaptak pihenőt, Hatházi Dóra, Cserfalvi Olaf és Valent Gergő a hét második felében egyesületi színekben áll rajtkőre a debreceni felnőtt országos bajnokságon. Az aranyban pedig április 7-én várják azokat képességvizsgálatra, akik köznevelési típusú sportiskolai osztályba jelentkezve szeretnének a diákolimpiai bajnokok nyomába lépni. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Magyarországon közel 14-15 ezer hektáron termelnek medgyet évente. Ezen a területen évjárattól függően 50 és 90 ezer tonna termést takarítanak be a gazdák. Az ország legjelentősebb termesztőkörzete Szabolcs-Szatmár Bereg megye. A megtermelt medgy 60%-a innen kerül ki a helyi, illetve a külföldi piacra. A megytermesztés lehetőségeiről Újfehérton tartottak szakmai fórumot, melyen elhangzott, a megyei megytermelés jövője veszélybe kerülhet a kereslet-kínálat felborulása miatt, illetve ha a gazdák nem lépnek fel közösen és működnek együtt a termelésben. Óvoda felújításra és tornaszoba építésre is nyert forrást Ömböly a terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően. Ezen kívül csapadékvíz elvezetési projektre is kapott forrást a település. Ennek a két beruházásnak az összköltsége 108 millió forint. A szabolcsi község régóta szeretné szilárd burkolatú úttal összekötni Kisömbölyt Nagyömbölyjel, most erre is nyertek támogatást. Nőtt az élveszületések száma az elmúlt 6 évben. 2011-ben volt egy történelmi mélypont, onnantól kezdve enyhébb ingadozásokkal növekvő tendencia tapasztalható. Papp Károly szülész nőgyógyász főorvos híradónknak elmondta, a nők egyre később vállalnak gyermeket, mivel egyre később tudják kialakítani a gyermekeknek megfelelő körülményeket. A főorvos szerint az ideális kor az első gyerek vállalására 25 év lenne. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 30-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik a honlapunkon is. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!